és a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Évközidő 5. vasárnapján a Szent Misét a Gyapai és a Mörk család elhunyt tagjaiért ajánlom fel, így vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. A mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Istenünk, őriz szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősíts mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Izaiás prófétának könyvéből.
és huszája betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, mindegyiknek 6-6 szárából. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a sereget ura, dicsősége betölti az egész földet. Apjuktól még a küszöbök alapja is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. Erre így szóltam, jaj, nekem végem van, mert tisztátalan jó ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a király, a sereget urát. Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében hisztó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltáról vett. Megérintette be a ajkamat, és így szólt, íme, hívvel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságot, és bocsánatot nyertünk. Azután hallottam az új szavát, amint így szólt, kit küldjek el, ki megy el nekünk. Így válaszoltam, íme itt vagyok, engem küldj el. Ez az Isten igéje. Beszállt hát az egyik bárkába, amely
amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a partot. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Emezz a méret, és vessétek ki a hálókat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szabadra kivetem a hálót. Meg is tette, és annyi halat fogtak, hogy szabadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához dorult, és e szavakra kapott. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogást láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost és Zebedeus fiait, Simon társai. De Jézus bátorságot öntött Simonba, ne félj, ezentúl emberhalászt leszel. Erre partra vonták hajókat, és mindenüket elhagyva követték Jézus. Ezek az evangélium igények. Az evangélium tanítása. Krisztusban, kedves testvérek! Talán egy kicsit érezhetjük azt, hogy 2022-ben is forrongó a hangulat, akár ebben az országban is, és sok ember szegezi a kérdést nekem, hogy mi az egyház feladata. Hogy ha elolvassák az interneten, és látnak mondjuk az egyházzal kapcsolatban cikkeket, akkor azért mindenki ügyesen tud kritizálni, hogy az egyházban megint ki kéne söpörni mindent, mert hát nagyon sok szemét felgyűlem lett. Jó lenne az egyház arra figyelne, amire nem is tudom, Jézus Krisztus alapította. És nagyon szép, meg ilyen nagyon kemény szavakat hallunk másoktól. És elgondolkoztam én is, hogy én amikor felnőttem, akkor mi volt az egyháznak a feladata? És ahogy hallottuk Izaiásnak a szavát, hogy az angyalok, a szeráfok azt kiáltották Istennek, hogy szent, szent, szent a seregek ura Istene. Sőt, nem is Istennek kiáltották, hanem mintha egymásra néztek volna. Mert hogy az jött le az ószövetségi szövegből, hogy Istentől félni kell, és az új szövetségben pedig Jézus Krisztus először találkozott a tanítványokkal Lukács szerint, és hát elkérte Péternek a kis csónakját, és kimentek evezni, kieveztek a mélyre. És megmutatta Jézus Krisztus ezáltal, hogy ő kíván egyházat. És hogy akkor mi is az egyháznak a feladata? Hogyha az Ószövetségben azt látjuk, hogy minthogyha az egyházban élők, vagy az Istenben hívőknek az a feladata, hogy rettegjenek Istentől, itt az Új Szövetségben pedig, mint azt látnánk, hogy Jézustól nem is kell rettegni. Én azt gondolom, hogy az egyháznak az a feladata, hogy folyamatosan kiáltsa a világba, hogy szent-szent a seregek ura Istene. És a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az egyháznak négy sarokpontja van, amire helyezi az ő oszlopait. Az első mondjuk azt mondja, hogy a diákonia, a szeretetnek a szolgálata, hogy ha hiszünk Istenben, olvasok is a Szentírásban, a hitünkből tettek származnak. Ezért látjuk azt, hogy rengeteg olyan kezdeményezés van az egyházban, karitatív kezdeményezés, amikor próbál az egyház, nem csak itt Magyarországon. Itt lehet, hogy nem is vagyunk olyan ügyesek benne, de szerte a világon próbál az emberekért tenni, vagy a szegényekért, a szegényeknek segíteni. És nagyon kérem önöket, hogy ne gondolják azt, hogy a katolikus egyház abból áll, amit van Magyarországon. Mert hogy nem. Nem. És nagyon jó látni, amikor egy csókai professzor felteszi az internet, hogy ott van Afrikában, és tele van a temploma, ahol éppen imádkozik. Nagyon jó látni azt, hogy egy doktornő mondjuk segít másoknak, és elmondják, hogy ha önök nem lennének itt a hit meg a szeretet nevében, akkor itt senki nem gyógyulna meg mindenki beteg lenne. És higgyük el, hogy az egyház nem csak ebből áll, amit mi itt látunk itt a kicsiny templomokban. Sokkal több és sokkal nagyobb. És igen, az egyháznak ez az egyik karitatív tevékenysége, hogy ő szolgál, segít, azt mondjuk rá, mint görögül, hogy diakonia, szeretett szolgálatot végez, csak elfelejtjük azt, hogy ki érdemli meg a szeretett szolgálatot. Mert hogy azok is követelik az egyháznak a szeretett szolgálatát, akik mondjuk nem hisznek. És egy kedves barátom elmondta, hogy mit kell ezeknek az embereknek válaszolni, hogy ki kaphat az egyháznak a szeretett szolgálatából. Tegyük ide a két kezünket, van az egyháznak ez a szeretett szolgálata, és van az evangélium.
És hogyha mind a kettőt kéri az ember, a hitet is, akkor megkaphatja a szeretet szolgálatot is, a karitatív szeretetet. De aki nem kér az evangéliumból, aki nem kér Jézus Krisztusba való hitből, aki nem kér a keresztény hitünkből, az miért akar kapni az ingyen potya szeretetet? Az miért kér belőle? Miért van felháborodva, hogy én is kérek ám az egyházból, én is kérek az ő szeretetéből, én is kérek, és a hitét nem fogadom el az egyháznak? Az Istenben való hitét? A második oszlop, amit kiemel a Vatikán is, volt az első a szeretetszolgálat, a második a mártűria, azt mondhatnánk az ige hirdetés. Nyilván Jézus Krisztus azt mondta, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, az örömhírt. Ezt szerintem talán nem is kell magyarázni. A harmadik sarokpont a koinonia, az a közösség, hogy a Szentírásból számunkra az derül ki, és Jézus tanításából, hogy ő kívánja azt, hogy akik benne hisznek, azok közösségben éljenek. És én még az elején ezt nem is értettem, hogy most a közösségi jelleget miért kell ennyire kiemelni az egyházban. De hát kérem, Jézus is tanítványokat gyűjtött maga köré. Most is hallottuk Pál apostoltól, hogy megjelent, nem tudom, 500 embernek, amikor föltámadt, akkor is vagy 3000 ember megtért, meg a pünkösdi eseménynél is. Sokat elmélkedtünk róla, mi társas emberek vagyunk, társas lények vagyunk. És persze, hogy a hitet könnyen megélni közösségben. A szeretet is pont erről szól, a keresztény szeretetnek a tana, hogy a szeretet csak közösségben válik jelen valóvá. És hogy Isten is úgy szeretett, hogy nem egy, hanem három személy, Atya, Fiú és Szent Lélek. És hogy erre hány száz évet vártak az emberek, hogy kimondják, hogy igen, Isten tényleg ilyen. Hogy nem egyedül van, nem az, akitől félni kell, amit Izaiás látott a látomásban, hanem Isten a szeretet. És hogy ezt a szeretetet kellene levetíteni a mi családi életünkben is. És a negyedik pont, amire most nagyon kitérnék, azt mondja a II. Vatikáni zsinat, hogy az egyháznak a negyedik sarokpontja a liturgia. És tudják, mikor legigazán egyház az egyház? Amikor ezt a dolgát végzi. Amikor liturgiát ünnepel. És igaz, hogy a mi római rítusunk nem olyan látványos, mint a görög-katolikus egyház rítusa, vagy a keleti egyházaknak a rítusa, de az egyháznak ez a legfőbb dolga, hogy belekiáltsa a világba, hogy szent, szent, szent a seregek Ura Istene, és ezt imádkozzuk az átváltoztatás előtt, kicsit bénán lefordítva, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. És hogyha ezt nem fedezzük fel, hogy nekünk kötelességünk az Istent imádni, meg dicsőíteni, és kifejezni azt, hogy azért Istenem, én vagyok a porszem, meg én vagyok az ember, meg én fogok beteg lenni, és nem te leszel beteg. Nem neked van ránk szükséged, hanem fordítva. Hogyha ezt a liturgiában az egyház ki tudja fejezni, hogy szent, szent, szent a seregek Ura Istene, ahogy Izaiás mondta, akkor az egyház megtalálta a feladatát a világban. És mondjuk azt, hogy az egyház még megszentelt, tanít, meg pásztorként vezeti a koinoniát, a közösséget, a Krisztusban hívőknek a közösségét, de leginkább ez nyilvánuljon meg a mi liturgiánkban, a mi éneklésünkben is. És ahogy az énekkarunk énekel, mondjuk minden vasárnap istentiszteleten, megjeleníti az angyaloknak ezt az imádságát, ezt az énekét, hogy szent, szent, szent a seregek Ura Istene. És azt gondolom, az egyháznak nem csak az a feladata, hogy most éppen az aktuális pszichológiai meg társadalmi kérdésekre reflektáljon. Mert hogy tudom, hogy erre is szükség van, hogy ezekre is reflektáljon, meg erre is kell segítség, hogy valaki elmondja, hogy éppen most küzdünk a gyermekneveléssel, vagy éppen házassági krízisünk van, és jó lenne, hogyha az egyház segítene, meg hogyha az atyák tudnának segíteni, de hogy mi nem merre lettünk képezve. Hála Istennek van olyan kolléga, meg van olyan atya, aki pszichológus is, és kívánom, hogy ügyesen tudja ezt a vonalat is vinni az ő életében. Vagy van olyan kolléga, aki családterapeuta, vigye, csinálja. De hogy az egyháznak azt kell kiáltani a világba, hogy szent-szent a seregek Ura Istene. És hogy a mise is erről szól. És nem arról, hogy az aktuális családi problémáimat megoldja. Mert hogy ha Istenbe belekapaszkodunk, nyilván várjuk tőle a segítséget, hogy ezekben is legyen mellettünk, és biztos, hogy ott van Isten. De hogy ugye
ha elmegyünk a bankba, akkor tudjuk azt, hogy mit fogunk kapni a banktól, pénzlevonás vagy pénzfeltöltés. Ha elmegyek a gyógyszertárba, tudom, hogy akkor a testi betegségemre egy gyógyszert kapok. Ha feladom a postán a levelet, akkor elküldik a levelet. Ha bejövök a templomba, akkor azt mondja Pál apostol, hogy én elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. És amikor papszentelés előtt voltam, nagyon nehéz helyzetben voltam, mert én nem vagyok olyan biblia ismerő pap, mint a többi kolléga, és nem tudtam, hogy mi legyen a jelmondatom. És egy híres püspöknek volt ez a jelmondat, amit Pál mondott, és olvastunk az előbb, hogy elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam, és belegondoltam, hogy én az egyháztól mit kaptam, hát higgyék el, hogy nem pénzt, meg nem tudom miket, amit így sokan elképzelnek az utcán, nem. Nem kaptam státuszt, nem kaptam külön rangot, nem kaptam semmit. Semmi olyat, amit kint hisznek. Ezt kaptam, ezt láttam, hogy bemennek a templomba az emberek, a nénik, bácsik, gyerekek, és mindenki a maga szintjén ott énekeltem, és én is imádkozott. És hogy biztos, hogy sokunknak más az egyház képe, és tanítjuk is ezt, hogy hát valakinek az az egyház képe, hogy jobban megéli a közösségi modellt, hogy jobban összegyűlnek az emberek, mondjuk egy hittanúra, egy bibliaóra keretében, vagy így úgy amúgy, valaki azt látja, hogy az egyház túldíszített, tele van arannyal, nem tudom, kelyhekkel, Krisztus ábrázolásokkal, így úgy amúgy, nekem az egyház képem sosem ez volt. Szerencsém volt, hogy egy kis faluban nőttem fel, ahol ilyen mondhatnánk azt, hogy milyen paraszt barokk templom volt, amiben nem volt minden aranyozva, meg nem voltak szobrok, meg nem tudom, csak mindenből, ami pont kellett. Oltárkép, oltár. Egy-két kehely, egy-két miseruha pont. És hogy rájöttem, hogy az egyháznak nem ez a képe, hogy ő gazdag, hanem az egyháznak az a képe, hogy ő imádja az Urat. És hogy azok az egyszerű emberek tényleg csak ezt akarták. És nem volt probléma megoldás a hétköznapi életre. Nem mondta meg a papbácsi, hogy mi a tuti, mert ő se tudja. A papbácsinak is ez a dolga, hogy imádja az Istent, és ezért csinálja az Isten tiszteletet. És engem ez fogott meg a hitben, vagy a kereszténységben, hogy a keresztények, én azt gondolom, ha igazán hisznek Istenben, akkor az egyik legszebb módon tudják kifejezni az Isten szeretetüket. És ezért járunk templomban, nem azért, amit kint mondanak, hogy mi bekapjuk a Szentostját, meg leharapjuk a Jézus Krisztus fejét a keresztről, mert mi annyira ájtatoskodunk. Abszolút nem. Nem. Mi csak, amit kaptunk. És én is ezért lettem pap, hogy ezt, amit kaptam, azt továbbadjam. Hogy igenis lehet imádni az Istent úgy, hogy nem kapom be a Szentostját állandóan, nem harapom le a Jézus Krisztust a keresztről, hanem csak teszem azt, ami a dolgom. Szent-szent a seregek, Ura Istene. Hát az egyháznak ez a legfőbb feladata, hogy abban a világban is, amikor mások ezt nem teszik meg, még nem látják be, hogy az embereknek ez is a feladatuk, akkor az egyház megtegye. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akik épp úgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mindenható Isten szeret minket és törődik velünk. Terjesszük eléje bizalommal kéréseinket. Add, Urunk, hogy az apostolok utódai az emberek halászaiként lankadatlanul és eredményesen munkálkodjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy minden nép élvezhesse a békenyugalmát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Oltalmazd, Urunk, a haza élet tisztaságát és légy menedéke a válságba került családoknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a szorgalmas munka és az alkalmas időjárás minden ember számára meghozza a mindennapi kenyeret. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te légy, Urunk, a szenvedők enyhülése, a szomorkodók vigasztalása és a halottaink örök jutalma. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy minden más oltalomnál és segítségnél inkább bízzunk gondviselő jóságodban. Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon Téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít Téged alkotásod, az egész teremtett világ.
mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságot szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, s egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várik az örök boldogságot, s üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus
Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk, Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, ami Urunk által. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy jövő héten reggeli misék nem lesznek megtartva, mert továbbra is este 5 órakor fognak kezdődni a Lourdi 9-edre való tekintettel, illetve aki még nem járult Balázs áldáshoz, az most járulhat a Szent Mise végeztével. Áldott vasárnapot kívánunk! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála!